Újabb támogatás a családoknak. 7 pontos akciótervet jelentett be Orbán Viktor, amellyel a családok gyermekvállalását támogatnák. Elfogadták a költségvetést, idén több mint 73 milliárd forint áll Nyíregyháza önkormányzatának rendelkezésére. Életminőség Nyíregyházán 2012-től folyamatosan emelkedtek a város lakóinak életminőségét befolyásoló tényezők mutatói. Hét pontos családvédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor az évértékelő beszédében. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A magyarok ismét hisznek a jövőjükben, nemzeti egységet hoztunk létre a család ügyében, mondta Orbán Viktor vasárnap az évértékelő beszédében. A miniszterelnök szerint a magyar nemzet az elmúlt 10 év alatt talpra állt, és ezt a felemelkedést tovább szeretnénk folytatni. Ennek elősegítésére 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be, és hozzátette, ez a magyarok válasza és nem a bevándorlás. Sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba. Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott, mondta Orbán Viktor évértékelő beszédében. A fejlődést pedig folytatni kívánja a miniszterelnök. Lesz mindenkinek munkája, lesz mindenkinek otthona, lesz minden gyereknek bölcsöde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv is. Lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes időskor is. Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni. A kormányfő emlékeztetett, családügyben nemzeti egységet hoztak létre, 1.350.000-en vettek részt az erről szóló nemzeti konzultációban, és 80% támogatta a kormány családpolitikáját. Orbán Viktor ezért 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Bevezetik például a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor 3 évre felfüggesztik, a második gyermek érkezésekor újból 3 évre felfüggesztik, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyermek is születik, a kölcsön további részét teljes egészében elengedik. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy 2 gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy 3 gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Ezen túl bővítik a CSOK kedvezményes hitelét. A 2 és több gyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. Azok a nők, akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Támogatják a nagycsaládosok autóvásárlását is. Akik legalább 7 személyes autót vásárolnak, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak. A miniszterelnök bejelentette azt is, 2022-re minden szülő, ha akarja, bölcsödébe viheti gyermekét, valamint bevezetik a nagyszülői gyedet is. Időközi polgármester választást írtak ki Ibrányban március 31-ére. Berencsi Béla, Ibrányváros korábbi polgármestere, aki 1975-től irányította a települést, 2018. decemberében hunyt el 71 évesen. A polgármester jelöltségért Németh Szilvia is indul, aki már 15 éve az Ibrányi önkormányzatnál dolgozik, és többek között a helyiek kérésére indul a választáson. Németh Szilvia független jelöltként a Fidesz-KDNP támogatásával gyűjti az aláírás. Választási programjának célja, hogy az évek óta elkezdett fejlesztések folytatódjanak Ibrányban. Programom középpontjában az áll, hogy a település fejlődése a továbbiakban sem állhat meg. A továbbiakban is ezt a fajta fejlődést biztosítani kell, erre pedig garanciát a személyem mellett a kormánypárt támogatása nyújthat, amely támogatást magam mellett tudom. Még annyit nagyvonalakban szeretnék a programomról, mert most csak nagyvonalakban elővetíteni, hogy nagyon fontosnak tartom a munkahelyteremtést, a meglévő vállalkozásoknak a megerősítésével és új vállalkozásoknak a betelepítésével. Több mint 73 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben Nyíregyháza. A megyeszékhely idei költségvetését a legutóbbi városi közgyűlésen fogadták el. Ez az összeg teremti meg az uniós pályázatok alapjait és a köztisztviselői illetmény alap emelését is. A felét azonban felhalmozásra kívánják fordítani. Nyíregyháza város vezetése a legutóbbi közgyűlésen döntött az idegenforgalmi
és városmarketing szempontból jelentős nagy rendezvények finanszírozásáról, valamint az újabb fejlesztési pályázatok támogatásáról. Elfogadták a költségvetést is, amely idén 73,3 milliárd forint. Ez ismét rekord közeli összeg. Ez nagyon-nagyon megnyugtató, ugye ha arra gondolok, hogy 2010-ben ennek a felesen volt a mérlegfő összeg a város költségvetésénél, viszont tartalmazott rengeteg adósságot, hitelt és költségvetési hiányt, most egyik sincs. És a másik jó hír, hogy ez a 73,3 milliárd, tavaly 73,8 volt, de az is nőtt, tehát még nincs kizárva, hogy újabb sikeres, nyertes pályázataink esetén, például a közgyűlés napi rendjén volt egy 3,4 milliárdos pályázatunk, ez az összeg nőni fog, tehát akár az elmúlt évi 75 milliárdos rekordot is felülmúlhatja. A polgármester szerint azonban az a legfontosabb, hogy a már elkezdett, a város szempontjából fontos fejlesztéseket folytatni tudják. Ilyenek például az útépítési beruházások, amelyek járdák, kerékpárutak és körforgalmak kialakítását jelentik. Folytatódnak az elavult intézmények energetikai felújításai, amelyek a jövőbeni fenntartási költségek szempontjából kiemelt jelentőségűek. Arra törekszünk, hogy az időben a legjobb, tehát szeptemberig nyilván óvodák, iskolák felújítása megtörténjen, de az útépítéseknél is nagyon fontos, hogy a lakosokat a lehető legkisebb mértékben zavarja ez a sok-sok fejlesztés. Tavaly 56 projektünk volt egyszerre folyamatban, 54-et be is fejeztünk, kettő átnyúlik a Tőr-Szemmelweis utcai, illetve a Tünde utcai fejlesztési csomag. Én azt gondolom, az idén is körülbelül ennyi lesz. Ugyanakkor figyelünk azokra is, ami a szociális területen 350 millió forint körül összeggel többet tudunk fordítani, tudunk a gyerekekkel, idősekkel, rászorultakkal, pénzügyileg is nagyobb lehetőségekkel foglalkozni. Dr. Kovács Ferenc bővebb tájékoztatást ad Nyíregyháza idei költségvetéséről és a város programjairól a 35 perc című műsorunkban. Több mint 1000 háztartást vizsgáltak az elmúlt 10 évben, ez alapján készítik el két évente Nyíregyháza életminőség indexét. Idén újdosságként a városlakók vallásossághoz való viszonyát is vizsgálták. A kutatásban egyre nagyobb számmal vonnak be egyetemi hallgatókat is. 2008-ban indult az a városi kutatássorozat, amelynek célja a városlakók életminőségének folyamatos figyelemmel kísérése, a változások elemzése és bemutatása. Ez hazai és nemzetközi mintákon alapul, lokális szinten azonban egyedülálló a kutatás. Ezek alapján a biztonságos foglalkoztatottság, az egészségi állapot és a társas kapcsolatok a legfontosabbak a nyíregyháziak számára. Gyakorlatilag mi a állandó nyíregyházi lakhelyen rendelkező lakosokat, illetve ott is a 18 éves, vagy annál idősebb lakosokat szoktuk felkeresni. Nagyjából egy két éves ritmusban kérdezősködünk, és hát sok minden 7-8 dimenziót is próbálunk vizsgálni a nyíregyházak körében, ebben benne van a foglalkoztatottság, a jövedelmek, a társas kapcsolatok, az egészségi állapotra vonatkozó mutatók, tehát igyekszünk az életminőséget viszonylag tágabban értelmezni, és úgy vizsgálni, hogy hogyan is változik, vagy változnak ezek a mutatók. Most ugye egy 10 évet láttunk 2008 és 2018 között, és általában egy olyan 1000 háztartást szoktunk fölkeresni. Ez a reprezentatív minta, azonban, hogyha szükséges költözés vagy elhalálozás miatt tartalékcímeket is be tudnak vonni a vizsgálatba. Nyíregyháza 120 ezer lakosú város, így ez a mintaszám jól tükrözi a teljes lakosság indexét, hangsúlyozta a kutatás vezetője. Ezekben a felmérésekben nem csak a Debreceni Egyetem egészségügyi kar, szociális és társadalomtudományi intézete vesz részt aktívan, hanem Nyíregyháza hivatalának szociális és köznevelési osztálya is. Ők a kapott adatokból határozzák meg a támogatási rendszert. Ahogy a jövedelmi helyzet javult, ugyanúgy a foglalkoztatási mutatók is javultak, viszont a segélyezettek száma ezzel arányosan pedig csökkent. Tehát ha megnézzük 2008-tól 10-ig, sőt mi azt tapasztaltuk, hogy főleg 12-ig emelkedett az igénylőknek a száma, 2012 óta pedig folyamatosan csökken. A lakásfenntartási támogatásoknak figyelhető meg a legnagyobb arányú csökkenés, annak ellenére, hogy magas összeget adunk, és emeltük folyamatosan a jövedelem határt, figyelembe véve, hogy növekedett a bérminimum,
emelkedett a nyugdíj. Ennek ellenére 2018-ban már csak 1400 háztartás igényelte, ez 2008-ban olyan körülbelül 3500-4000 háztartást jelentett. Tehát látható, hogy már a lakás fenntartással kapcsolatos nehézségek már annyira nem jellemzőek, azonban még látható, hogy a gyógyszerköltségek azért még jelentős kiadást képviselnek a háztartásoknak. Az életminőség index egy komplex, 23 mutatóból álló kimutatás, ami nem csak a segélyek és támogatások megállapításához nyújthat segítséget, hanem a városvezetés számára is fontos információkat hordoz. A mi szempontunkból, az önkormány szempontjából, mint döntéshozói platform szempontjából két jelentősége van. A múltnak az elemzése, hogy mikor mi történt, az hogyan befolyásolja a nyíregyházak életminőségét, az egy nagyon fontos abból a szempontból, hogy ha új döntéseket hozunk, akkor a korábbi tapasztalatokat tudjuk figyelembe venni, és mindez tudományos alapokon történjen. Ne az csak, hogy én úgy gondolom, vagy az a közhangulat, hogy. A másik fókusz pedig a jövő bemutató, hiszen itt a települési támogatások több mint 10 fajta pénzbeli támogatást és természetbeli támogatást nyújtunk. A sajtótájékoztatón elhangzott, Nyíregyháza körülbelül másfél évvel van lemaradva a nyugati régióhoz képest. Az alpolgármester szerint azonban ez az olló kezd zárni. A város folyamatosan fejleszt azért, hogy behozza a lemaradást. Második tavaszi meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 20. fordulójában a Debrecen fogadta, és Cukalász Lukjáncsuk, valamint horvát góljaival 3-0-ra verte ellenfelét. Szombaton a Paks látogat a Várkerti stadionba. Legutóbbi 4 bajnokián mindkét csapat 10 pontot szerzett, így két jó formában lévő együttes lépett pályára a Várdai stadionban. Az első komolyabb lehetőségre a 25. percig kellett várni, akkor Takács került helyzetbe, Felipe azonban hárítani tudott. A 42. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, egy jobbról beívett labdáért horvát harcolt meg, majd Cukalász elé került a labda, aki a debreceni kapuba emelt. A 45. percben ismét örülhetett a hazai közönség, egy baloldali szögletet követően ennek készítette le lövésre a labdát Lukjáncsuknak, akinek bombája a kapu bal felső sarkában kötött ki. Az 56. percben lezárta a meccset a Várda, egy gyors kontra végén Hugo Szekó passzolt Horváthoz, aki elhúzta a labdát a kapus mellett, majd beállította a 3-0-ás végeredményt. Jól kezdtük a mérkőzést, lehetőségeink voltak, azok kimaradtak, aztán volt egy 15-20 perc, amikor az ellenfél átvette a kezdeményezést, nekik is megvoltak a lehetőségeik, és a helyzeteik azok is kimaradtak. Itt nagyon nem mindegy volt, hogy kirúgja az első gólt. Mi betaláltunk, és onnantól kezdve éreztünk egy kis nyugodtságot, és mivel 2-3 percre jött a második gól, az úgy érzem, hogy döntő volt ezen a mérkőzésen. Fél időben megbeszéltünk mindent, mindenkit arra kértünk, hogy fegyelmezettek legyünk, mert lesz helyzetünk. Harmadik gól is jött. Hát én úgy gondolom, hogy ez a 3-0 talán egy picit soknak tűnik, mint különbség, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten nyertünk. A vendégek edzője, Herceg András leginkább azt sajnálta, hogy a 3 bekapott gólra egyel sem tudtak válaszolni. Az elmúlt 4 mérkőzésen nem kaptunk gólt, most sajnos kaptunk 3-at. Az első 20 percben nagyon gyengén kezdtünk. Rengeteg pontatlanság, kapkodás jellemezte a játékunkat. Kezdtünk kiegyenesedni, kezdtünk jobban lábra kapni. Pont akkor egy egyéni hibából gólt rúgott az ellenfél, majd jött egy bombagól. Másik félre próbáltunk volna mozgósítani a erőnket, hogy ugye a csere is ezt szolgálta, de sajnos a másik félbe is nem sikerült jó teljesítményt nyújtanunk. Másik mérkőzésen nem rúgunk gólt. Minden támadónk a pályán van, tehát ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk. Viszont ezzel nem volna semmit a Kisvárda érdeméből. Gratulálok a Kisvárdának. A forduló további eredményei a következők. Budapest Honvéd Puskás Akadémia 2-1, Paks Szombathely 1-1, Mezőköves DMTK Budapest 2-3, Molvidi FC Diógyőr 1-2 és Újpest Ferencváros 1-1. A tabella élén a 43 pontos Ferencváros áll megelőzve a 34 pontos Molvidi FC-t. A 22 pontos Kisvárda a 10. helyen várja a Paks szombati vendégjátékát.
Kiütéses győzelmet aratott a nagykőrös ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen 89-58-ra verték a vendégeket. A nyíregyháziak a hétvégén Győrben a HEP Kupa 4-es döntőjében lépnek pályára. A kisebb sérüléssel bajlódó Tóth Gergelyt nélkülöző hazaiak esélyesként léptek pályára a tabella hátsó régiójában tanyázó nagykörös ellen, és az első negyedben 10 pontos előny szerezve igazolta is a papírformát a házigazda. A második 10 percben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Blue Sharks, és a játék képe a fordulás után sem változott. A vendégek igyekeztek ugyan, de a kékcápák különösebb megerőltetés nélkül szerezték a kosarakat, és végül 30 pont feletti különbséggel nyerve nyújtotta tovább győzelmi sorozatát Siska János együtt. Ugyanazt kértem, mint az MTK ellen, hogy maximális koncentráció legyen a nagykörös ellen is. A fiúk betartották ezeket, örülök annak, hogy szinte mindenki pályát tudott kerülni, és nem lettek új sérülteink. A mezőny legeredményesebb játékos a Czura Attila volt, aki 29 ponttal vette ki részét a győzelemből. Jól éreztem magam nagyon a pályán, ugyebár a nagykörös ellen szerintem egy ilyen arányú győzelmet kellett hoznunk, és egyáltalán nem lenézve őket. Jól éreztem magam, jól is ment, amit múltkor kihagytam a múltkori meccsen, azokat most bedobtam, és igazából az egész csapat szépen játszott. Örülök nagyon, hogy a fiatalok egy ilyen kemény hét után itt tudtak beszállni, és azért mindenki hozzá tudott tenni, és Vaskó György is nagyon jól játszott szerintem. A vendégek edzője szerint reális eredmény született, bár a szakember nagyobb motivációt várt csapatától. Gondolkoztam én is meccs közben, hogy mi lehetne más, és meg meccs előtt is megnézve ezt a két csapatot. Annyit fűznék hozzá, hogy a mi csapatunkban mindenki dolgozik munkahelyen, a munkahely után mindenki edzősködik, és amellett vállalják ezt a kosárlabdát hetente kétszer-háromszor a saját szórakozásukra, meg a közönség szórakoztatására. Hát itt most nem szórakoztattuk mi a közönséget, de hozzájárultunk, hogy a Nyíregyháza tudja szórakoztatni. Szerintem ekkora különbség van, most a hozzáállásunk se volt jó szerintem a mai nap, úgyhogy emiatt beszéltem is a csapattal, hogy ez kevés lesz majd a gyengébb csapatok ellen, tehát változnunk kell, mert ez ilyen nagyon langyos meccs volt. A forduló további eredményei a következők: MTK Török Bálint Meosz Miskolc 77-66, BKG Prímelse Veszprém 79-88, Vasas Akadémia Bonyhát 94-72, MAFS Oroszlány 83-73, Budapesti Honvéd Békés 85-66 és Budafok PVSK 80-81. A tabella élén a Veszprém már 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 17-2-es mutatóval rendelkező MAFSZot és a 16-3-as méreget magáénak tudó Oroszlányt. A Nyíregyháza Blue Sharks 13 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. A hétvégén nem lesz bajnoki forduló, a kékcápák Győrben a HEP Kupa 4-es döntőjében lépnek majd pályára. A döntőig menetelt, ott viszont vereséget szenvedett az 588.000 euró összdíjazású kemény pályás szófiai tornán Fucsovics Márton. A legfrissebb világranglista 38. helyén álló nyíregyházi teniszező a fináléban a 16. helyezett orosz Medvegyevtől kapott ki 6-4-6-3-ra. Fucsovics a héten a rotterdami ATP 500-as versenyen lép pályára. Kiesett a Magyar Kupából a kisvárdai női kézilabda csapat. A már Dévényi János által irányított együttes a negyeddöntőben érden lépett pályára, és a hazaiak 29-21-es győzelemmel biztosították helyüket a debreceni 4-es döntőben. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Azok a nők, akik legalább 4 gyermeket szülnek és nevelnek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. Ez csak egy abból a 7 pontos családvédelmi akciótervből, amelyet Orbán Viktor évértékelő beszédében jelentett be. A legutóbbi nemzeti konzultációban 1.350.000-en vettek részt, amelyből kiderült, a részvevők 80%-a támogatja a kormány családpolitikáját, mondta el a miniszterelnök. 2019-ben folytatódnak az útépítési beruházások, járdák és kerékpárutak épülnek ki és újulnak meg, valamint új körforgalmakat is kialakítanak Nyíregyházán. Többek között erről is szó volt az önkormányzat legutóbbi közgyűlésén. Az uniós pályázatok alapjaihoz és köztisztviselői illetmény alapa emeléséhez, szükséges költségvetést is elfogadták. Ez 2019-ben 73,3
milliárd forintot jelent. 2012-ben még több mint 7000 volt a nyilvántartott álláskeresők száma, 2018-ban ez a szám már csak alig 2500. A szociális problémák megoldásában a megkérdezettek közel 14%-a nyilatkozott úgy, hogy nem számíthat segítségre, tavaly azonban már csak 0,3% vélekedett így. A háztartások több mint 36%-a rendelkezett széles sávú internet hozzáféréssel 2008-ban, 2018-ban már közel 80%. Többek között ezek a tényezők befolyásolják Nyíregyháza lakóinak életminőségét, derült ki az elmúlt 10 év összesítéséből. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ma hideg front vonul át térségünk fölött, majd holnap már szárazabb, egyre hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé. Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső helyenként előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 fok körül alakul. Keddestig felhő átvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel, zápor-húzápor helyenként előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul. Szerdán főleg a Dunántúlon helyenként számítani lehet kisebb esőre, néhol havas eső is előfordulhat. Gyenge csapadék elszórtan még csütörtökön is kialakulhat. A következő napokban nem valószínű csapadék. A kötfoltok feloszlását változóan felhős idő követi hosszabb, rövidebb napsütéssel, a minimum hőmérséklet a sok évi átlag körül, az ország nagy részén még fagypont alatt várható. A nappali felmelegedés erősödik, a hétvégén a csúcsérték már sok helyütt meghaladja a 10 fokot, délnyugaton, nyugaton helyenként a 12-14 fokot is elérheti.